A koronavírus járvány elleni védekezés részeként újabb kormányzati intézkedés segíti az állampolgárok egészségének védelmét és a vállalkozások működését. A hatósági engedélyezés helyett bejelentéssel is végezhető lesz a legtöbb tevékenység, ezáltal is csökkenti a kormány az ügyintéző ügyfél találkozások számát, valamint a vállalkozások adminisztrációs terheit. A bürokrácia csökkentő intézkedéseknek köszönhetően akár bejelentéstől számított 9. naptól szabadon elkezdhető lesz a kívánt tevékenység. Új rendeletet alkotott a kormány a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségekről és az ellenőrzött bejelentésről. A változás lényege, hogy az engedélyköteles tevékenység egyes kivételekkel már elektronikus úton ügyfélkapu, online űrlap segítségével vagy e-mail útján történő bejelentést követően gyakorolhatóak lesznek. Így sok más ügy mellett például az üzletek működésének engedélyezése, vagy egy építmény használatba vételének engedélyezése is lényegesen egyszerűbbé és gyorsábbá válhat a rendeletnek köszönhetően. Amennyiben a hatóság 8 napon belül nem tiltja meg a tevékenység végzését, úgy a szabadon gyakorolható a 9. naptól. Abban az esetben, ha másik szakhatóságot is be kell vonni a folyamatba, a határidő 12 napra módosul. Az egyszerűsített ügyintézés csak az eljárást egyszerűsíti. A bejelentésben szereplő tevékenység folytatásához a jogszabályban meghatározott feltételek teljesítése alól nem ad felmentést. A hivatalok többek között akkor tilthatják meg a tevékenység végzését, ha az az egység élet vagy környezet biztonságát veszélyezteti, kárt okozhat, továbbá ha a bejelentés hiányos vagy visszaélésszerű joggyakorláshoz vezethet. A határidőn belül megtiltott tevékenység esetén a hatóság az eddigi szabályok szerint teljes körűen lefolytathatja az engedélyezési eljárást. Az újfajta úgynevezett ellenőrzött bejelentés nem csak kisebb adminisztrációs terhet ró a vállalkozásokra és magánszemélyekre, de az illetéknek vagy az igazgatási szolgáltatási díjaknak is csak az 50%-át kell befizetni, amennyiben nem szükséges az engedélyezési eljárás. A rendelet nem terjed ki azokra az ügyekre, amelyek esetén nemzetközi vagy uniós szabályozás alapján mindenképpen szükséges az engedélyezési eljárás. Így például a tűzfegyver megszerzéséhez, tartásához ezentúl is szükséges az eljárás lefolytatása. A rendelet továbbá nem vonatkozik a hatósági bizonyítvánnyal, igazolvánnyal és nyilvántartással összefüggő ügyekre, valamint azokra sem, amelyek során a hatóságnak kell mérlegelnie valamilyen pénzbeli vagy természetbeli juttatás megállapítását. A rendelet további ügycsoportokat is felsorol, amelyek esetében továbbra is szükséges az engedélyezés, ilyenek többek között a gyámügyi és gyermekvédelmi eljárások, a jármű műszaki vizsga, a honosítási és eredetiségvizsgálat vagy a bányászattal veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek. Évente 3-4 ezer különböző eljárásfajtában közel 25 millió engedélyezési eljárást folytattak le a kormányhivatalok és más közigazgatási szervek. A mostani rendelet illeszkedik a már korábban meghozott bürokrácia csökkentés célzó intézkedések körébe, amelyek által a kormány több lépésben csökkentette az eljárások számát. Eltörölte vagy mérsékelte az illetékeket és rövidítette az ügyintézési határidőket.